A Bethlen után a Németh László gimnázium is megrendezte hagyományos szalagavató báját, melyen ez alkalommal 39 végzőspár mutatta meg tánctudását. Az estet Lázár János nyitotta meg, aki megköszönte a szülők és tanárok munkáját abban, hogy tehetséges és talpra esett fiatalokat neveltek gyermekeikből, diákjaikból. Egy város nagyon büszke lehet saját magára, és nagyon büszke lehet az ifjúságára, nagyon büszke lehet a jelenére, és bízhat a jövőjében egy olyan város, ahol ilyen tehetséges, szép és talpra esett fiatalok vannak, mint a Németh László gimnázium és általános iskola végzős diákjai. Az este nem csak a parketre lépő fiatalok miatt volt jelentőségteljes az intézmény számára. Idén ugyanis 20. tanévét ünnepelheti az iskola, mely ez idő alatt minden segítséget megkapott a várostól. Ennek a bálnak különös jelentőséget ad, hogy ez a 15. diákbálunk gimnáziumunk 20. tanévében. Az évek száma is talán eredményeink alapján is elmondhatjuk, hogy immár ez a gimnázium is nagykorúvá vált. Ezért is külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy azok ülnek itt most körülöttem ennél az asztalnál, akik nagyon sokat tettek azért az elmúlt 2 évtizedben, hogy gimnáziumunk megerősödhessen és megérhesse ezt a 2 évtizedet. Az évfordulóra tekintettel különleges koreográfiával készült a táncokat betanító Fogarasi Judit tánctanár. A hagyományos angol keringő mellett tangót és egy rendhagyó swing show-t is bemutattak a diákok, akik élvezték a szeptember óta zajló munkát. Nagyon jó hangulatban teltek a próbák, és a kezdeti nehézségek ellenére, ami azért mert voltak nehéz pillanatok, ugyanis hát bár embernek mondjuk a ritmusérzékével vagy ilyesmivel volt némi hiányosság, de ezeket sikerült áthidalni a tánctanárnő, Fogarasi tanárnő segítségével, és a végére egy nagyon szép koreográfiák kerekedtek ki belőle. A 39 végzős pár után a díszvendégek, a szülők és barátok is parketre léptek. A bárról készült hosszabb összeállításunkat január 29-én láthatják a Vásárhelyi magazinban.